Na sziasztok emberek, az a helyzet lenne, hogy most jött be egy valami update-szerűség, vagy nem tudom, valami nagyon pici dolog volt, de ez rendesen elrontotta az SDK-t, ugyanis nem jelenik meg benne a Hammer. Azt meg is tudom nektek mutatni, hogy ez fogad elméletileg most titeket is, ugyanis nagyon sokakat ezt fogadott, úgyhogy ezért gondolom, többek között engem is. Ha előjön, ő itt is van, hát igen. Elég sokat gondolkodott rajta, hogy ugye mit is kellene megjeleníteni, és hát nem is tudott semmit, úgyhogy ezt fogjuk most megfixálni, borzasztó egyszerűen. A leírásban megtaláljátok ehhez a linket, ez egy media list, ez egy TXT file. Ez kell hozzá, hogy működjön, annyi az egész, hogy az SDK Launcher mappát kell megkeresni, ami konkrétan benne van a Steam Apps mappátokba, amit vagy a Steamen belül találtok meg, vagy pedig, hogyha ugye nem azonnal meghajtom van a játék, mint a Steam, akkor meg a Program Files-on belül van egy olyan map, hogy Steam Apps, és ott, és akkor ugye Steam Apps, Common, Chigo mappa, és utána Bean, majd az SDK Launcher, és szépen eszközben, ez nem az OS, ez az OBS, ez nem az SDK, nem is kell, mert a SDK-be van zárva, szuper. Hát itt szépen itt berakjuk ide sok file közé, és elméletileg, hogyha most elindítjuk, akkor működnie kell. Meg is nézzük, és meg is nyitódott, és ott is van, úgyhogy ott a Hammer World Editor, és mehet a munka és a pálya készítés. Szerintem igen, ennyi is lett volna ez a videó. Hello!